Az első közelebbi ismerkedés az a Székely Fonó operaházi bemutatóján történt, amelyet Fajloni vezényelt, és én korepetáltam. Ez az ismerkedés csak alapja lett egy későbbi, sokkal bensőségesebb viszonynak, amely aztán azért nem alakulhatott barátsággá, mert én ahhoz túl fiatal is voltam, és hát ő ahhoz túl nagy is volt. De mindamellett mégis egy nagyon bensőséges viszony kapcsolta végén össze. Másképp szólva, elég közel engedett magához, ami önnála, akik ismerték, azok tudják, hogy ez nagyon nagy szó volt. Átvettem a Hár János vezénylését Rékai Nándortól, aki a bemutatónak a karmestere volt. Hangversenyeimen is egyre sűrűbben szerepeltek Kodály művek. Aztán úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb most már, hogyha meghívom őt a próbákra, mert hiszen ha már az a szerencse ért bennünket, hogy egy ilyen nagy embert személyesen ismerhettünk, akkor használjuk is ki a lehetőséget, hogy egy olyan Kodály tradíciót teremtsünk, amelyet nem csak az ő produkciói alapoztak meg, hanem amelyet ő átadott, és nagyon szívesen adott át, nekem is többek között. És nem volt eset, hogy ha meghívtam próbára, hogy el ne jött volna. Minden esetre, amennyire féltem az első alkalomtól, annyira örültem aztán minden további alkalomnak, mert kiderült, hogy ő tulajdonképpen nem ragaszkodott mereven egy bizonyos elképzeléshez, hanem a maga keretén belül szinte szívesen vette, hogyha valakinek az egyéni hangja is beleszólt az előadásba. Ilyen volt például, mikor a szimfóniát Magyarországon bemutattuk, akkor egy bizonyos helyen, az a bizonyos hely éppen a vége volt a harmadik tételnek, azt kértem, hogy legyen szíves, hallgassa meg, én el tudnám képzelni ezt egy ritenutóval is. Meghallgatta, és azt maradhat. Nem volt merev. Aztán ilyesmiben sem volt merev vagy kicsinyes. Vettünk föl a rádiózenekarral egyszer egy székelyfonót, amely rádióprodukciónak készült, és amikor ez a szalag összeállítódott, akkor ezt ő is meghallgatta, és egyszerűen engedélyezte, hogy ebből lemez legyen. Mire azt mondtam meg, hogy tanár, kérem, hát ha én ezt tudom, hogy ez lemezre készül, hát akkor mégis bizonyos apróságokat kijavítottam volna, a lemez mégis kényesebb dologot, azt másképpen hallgatják. Azt mondja, nem érdemes, azt mondja, ez így nagyon jó, nem kell itt nagyítóüveggel hallgatni. Kaptam tőle egyszer egy páva partitúrát, a kaptam az nem ilyen egyszerű, mert elmentem hozzá, és adtam neki, hogy tanár, kérem, hát hol lehet ezt kapni, ezt a partitúrát, mert sehol se lehet kapni. Azt mondja, nálam. Már húzta is ki a szekrényből, és hát mondta neki, ha már ilyen kedves, akkor már legyen ez, és írjon be valamit. Ahhoz ismerik el tőt, hogy ez nála a fokhúzással volt körülbelül egy művelet, hát nagy nehezen aláírta a nevét. Aztán később a koncertó, azt már úgy kaptam tőle, azt a partitúrát, hogy Ferencsik János avatott kezei alá. Amire nagyon büszke voltam, és büszke is vagyok ma is, mert ennyire nem adott írásba elismeréseket. Még írásba se ilyen könnyen. A legszebb élményem, ami úgy vele kapcsolatos volt, szintén valamiért el kellett mennem a Köröndre, lakására, és én a külső szobába vártam, hogy a zongoránál ült, Bachal foglalkozhatott, mert csak egy szólomúan egy Bach melódiát játszott el, én már nem emlékszem, hogy mi volt az, de gyönyörűen játszotta, és akkor rám nézett azt, hogy ezért érdemes élni.